A Kiskörösi LC női labdarúgó csapata a Bács-Kiskun vármegyei első osztályú bajnokságban szerepel. A 2023-24-es szezon során a Lua Baja, a Kecskeméti LC, valamint a Bugac KSE gárdáival küzdhettek meg a lányok, akik heti két edzés alkalmával készültek az őszi fordulóra. Nagy meglepetés volt számomra is, és a lányokra is, hogy a Kecskemétet hazai pályán 4-0-ra megvertük. Bár ugye utána idegenben meg ők vertek meg minket. Hát bízok benne, hogy a tavaszra jó teljesítményünk megmarad, és akkor meg lesz a bajnok cím. Az edző elmondta, hogy a tél folyamán érkező erősítés hozzásegítheti a csapatot a bajnoki cím megszerzéséhez, hiszen az együttes játékos keretében számos változás történt. Mondhatni, voltak változások a csapatban, főleg úgy, hogy a kapusunk igazolt el Kerekegyházára, és mellett ugye a két herceglányról van szó, ők elmentek mind a ketten. Ugye ez lett nagy kérdés, hogy egy kapust kell igazolni, ami szerencsésen jött ki, mert ugye a Keceli U15-ös csapatból kiöregedett Tamasku Edina, és ő átjött hozzánk, úgyhogy kapus problémával már nem kellett küzdenem. Ezen kívül még abbahagyta a labdarúgást Kovács Alexandra, ami örömhír, hogy most télen úgy néz ki, vissza fog jönni hozzánk. Mellette végemese is eligazolt a NB1-es Szekszárdra. A gárda hamarosan megkezdi a tavaszi szezonra való felkészülést. Próbálom majd január 8-a után elkezdeni velük a felkészülést, bár a bajnokság március utolsó hétvégéjén kezdődik csak. Először heti egyedzéssel szeretnék kezdeni, aztán ha létszám is adja, el tudnak járni a lányok edzésre, akkor megpróbálkozunk két edzéssel is. A Kiskörösi LC vármegyei első osztályban szereplő női csapata az őszi fordulóban lejátszott 5 mérkőzésből 4-et megnyert, 1-et pedig elveszített, így jelenleg 12 ponttal a tabella második helyéről várják a tavaszi fordulót.